Libidabi. Sziasztok! Kukik! 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 Na, játszunk egy kis Primal Light-ot. Hopp, nem állítottam át a izét. Edit stream info. Primal Licht. Ez. És... Lássuk, mit tud ez. 2020-as játék. Fatigue Game. A tagadt drága kő. Jó, na. Annyit tudok, hogy ő egy 2D-s action platformer. Kicsit talán pixeléted. Pixelátosan nézzük. Relaxed. Most szeretném a kocsot. Want a challenge. Less lives, harder bosses. Hát nem is tudom. Menjünk hardcore. Kevesebb életünk van, nehezebbek a bosok. Már úgy legyen kövér, játszunk hardcore-on. Playthrough. Nulla. Pillanat, átírjuk a címet. Még egyszer. Igen. Blind. Akkor ez tök jó lesz. Egy, ezt kilőjük. Ez nem kell, hogy fusson. Szia Julien, mi a fasz? Mit keresel te itt? Egy. Amúgy cső, meg minden. Na, nézzük meg ezt a Primal Light-et. Hardcore fokozaton, én azt mondom. Fly through. Mit tud ez a game? Köszönjük a játékot, Pistinek. Hát ebből nem sokat tudtunk meg. Mi vagyunk a... ezek. Jó. Tudunk menni, tudunk ugrani, ha hosszan nyomjuk, nagyobbat ugrik, tudunk dodgeolni, tudunk ütni, yes. Szia Mark. Az Y-nal, ez gondolom heal akart lenni, és most elhasználtuk a healjeinket. jó, egyéb. Gombok, vágombok nem csinálnak semmit, ravasz nem csinál semmit. D-paddal is csak mozogni lehet. Ó, lehet guggolni, vagyis hát így kúszni nem, de duckolni lehet gondolom dolgok előtt. Veled milyen helyzet? Ó, krog, mortáli megsebesültem. Ősi Isten elátkozott minket. De ismered népük történetét. 12 artefakt van itt elszorva a világban. Veszélyes szörnyek és csapták őrzik, de megtalálod őket, akkor megbosszulhatod a törzsük ellen elkövetett bűnöket. De ez az, igen. Jó. Good luck, Krog. Jó van, 12 artefakt. Megtalálás és legyilkolás. Az ott halál, igaz? Gondolom. Hopp. Egy ház. Extra life. Ha ezek elfogynak, vége van a játéknak? Figyelj már. Pénz. És itt nem volt olyan, hogy... Ah, figyelj, végtelen pénzfarm. Bemegyek, visszajövök. Pénz.
Ó, felfelé is lehet csapkodni. Lefelé? Lefelé nem lehet ugrásból. Blasphemous vibe, igen. Azt a szétütöttem, és... Ja, hogy így át lehet ugrani a... Franzba, vissza már nem tudok menni. Ami. Bonfires. Tényleg úgy is hívják, hogy bonfire. Beszarom. Pillanat csak... Ez a gyerek sose csak éppen az ajtó. Nos. De nem kaptam vissza az ődő akármiket. Nem tudom az mi volt, de... Lámpák szétütése. Olivive. Hol le lehet? Ó, oké, szekret. Csapkodni kell falakat. Hopsz. Anyád! Anyád! Au. Try a lead jump. Lead jump. Ja, hogy már kb. A levegőbe ugorjak el, aha. Világos. Jaja, szia Pisti. Hardcore-on kezdtem el, nem tudom, hogy ez mennyire fog fájni nekem. Valószínűleg nagyon. Ajjaj, majd leessünk. Ha elfogy az összes életem, akkor mi történik? Game over és előről egész játék. Igen, itt már nincs itt az élet, amit felvettem. Csak a pálya? Ó, az mondjuk jó hangzik. Az nem, az együtt tudok élni, ha csak a pályát kell újra kezdeni. De is hardcore-on nyomtad? Tudod, mi máson? Nem valami sok hely van itt. Koko. Miért nincs ez a játék PS-en? Ezt nem tudom. Azért, hogy ne tud kiplatinázni. Anyád. Jó van. Tulajdonképpen egész sok időm van itt átjutni. Azt hittem kevesen. Ó, szia Tamás! Ah, és meg is van a 12. hónapod. Egy éve, az igen. Lefelé akarok menni, vagy itt fel? Végre vég az Outridernek? Ja. Tök jó volt ez a game. Szerintem minden forintját megérte. Megtaláltam az úr emblemét. Your inventory. And charms. Display enemy health. Ah, bonfire-nél kell legyek, hogy ezt lássam. Hopp. Hopp.
A fire. Igen, és most ez benyom, és akkor látszik az ellenség élete. De érted, az életemet miért nem tölti fel? Oh, fire. Kecseg. Na, hát azt a pénzt már nem szedem fő. Semmi probléma. Nem mindenkinek, nem mindenkinek való minden. Na, akárkit is néznék. Nem tudnám rávenni magam, hogy Need for Speed streameket nézzek, vagy Forzát, vagy valami ilyesmi. De meg amúgy tök jó, hogy itt dobálod a csontjaidat, meg minden, de hogy megyek oda hozzád? Lőni nem tudom. Abba. Fú, de jó, hogy nem insta-kill előttem ott abba benne. Ja, lehet, hogy de. Ja, vár, Y-nal lehet healeni, nem? Sokat hílelne. De a több, a semmi nem tudod. Áú! Bukó! Van térkép? Amúgy. Vagy fölösleges. Na most megint lent vagy fönt? Csapda van. Menjünk a csapda felé. Van egy olyan érzés, hogy felfelé kellett volna menni. Ha! Extra life! Megérted? És akkor tudod, extra life ilyen, és akkor itt meghalok. Visszafele úton. Te dobálózzál. Meghalok. Gondolom nem érdemes a heal-t tartalékolni. Fúj, a keci. Hát kidobott a levegőből. Szakadjon meg. Akarom mondani, rohagy meg, te fasz. De, ne dobjál már hátra! Miért nem elég csak megsebezni? Miért kell ellökni a faszba hátrafelé? Akkor átizik. Mi? Az... De nem is a platforminga... A platforminga nincs, mint baj. Legalábbis eddig nem úgy tűnik, hogy baj lenne. Meg úgy alapvetően sincs olyan nagyon nagy gondom a platforminga, hogyha az irányítást nem fáj, pászolj meg! Szia, Márk! Ajaj, az baj, nem lehet csak úgy akárhányszor meghalni. Hát ha még két élet, az kezdhet velül egész pályát. Hoppá. Dobász, még contact damage is van. Azt utálom legjobban. Buzi contact damage-et. Nonsense, mégis az volt. Az fájjon, hogy meg... Ne az fájjon, hogy oda megyek a testéhez. Főleg, ha már ilyen dobáló buziról beszélünk, mint ez. Jé, följutottam ide. Szia, expert. Ja nem, itt haltam meg az előbb. Elmondod, hogy hogy ugorjak át hozzád, hogyha így. Persze, sétálj bele az arcomba. Hát nem igazán... lehet lefelé nézni, mi? Hoppá jött.
kontak, de is benne van minden játékban ever. Hát ez egy nagyon átgondolatlan és butaság volt, amit most mondtam. Ó, nyilván. Bossz... Jó. Nem bosszam úgy, túl kevés éltem, hogy bossz legyen. Oké. Gyere. Oké, többen is lesztek. Egy platform erre se játszott, ami már nem volt? Valamikor játszott, most... Hát nem mostanában Outriders osztam, meg Demon's Souls osztam, de előtte játszottam valamivel, ami nem volt Contact Damage. És tök jó volt. És tök élveztem, hogy nincs. Hát, csába. Szóval miért nem hílelek, ha már egyszer van? Jaj, de jó. Ó, hogy ezek már nem jönnek újra. Mindegy, én sem fogok újra jönni, mert csak egy életem van. Biztos, hogy bukni fogom a pályát. Vigyő? Lehet. Lehet, hogy Vigyő volt az. Ó, oh, igen, kérek pénzt. 500-ért. Azt tudjátok, hogy most még farmolok annyit, hogy legyen még pénz. Nem! Azt hittem, biztos lehet jönni! Nem! Buzi! Fasz ki van. Hogy kell téged bántani? Van, jó sok HP-d van. Fasz ki van. Most akartam szerezni pénzt. Jó, hát nyilván tudok, csak az pont annyi. Áh, nincsen neki több, de jó, hogy csak egyet lehet venni. Hát akkor itt ért véget a pályás rácok. Lehet, hogy nem játszunk hardcore-on. Legyen a sima normál. Menj ki onnan, idióta! Ez az én bajom. Hogy így nem hílelek, pedig van három hílem. Continue? Igen, ez az elejétől kezdi. No, nem lesz hardcore. Veterán pont elég. Le fog jönni a boss? Persze, ha megint eljutok a pálya végére, akkor igen. Biztos, hogy nem. Jó, elég. Holtuszki, de holdalom. Na végre. Az ajtót meg csuk be, mert már másodszor csukom be helyetted. Ó, bla 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 bla. Amúgy... azt mondja, kevesebb élet van. De hát most is 4-en indítottam. Nem teljesen értem. Mindegy, jó lesz. Az a baj, hogy ez így már a játék elején kiderül, hogy menni fog-e nekem az a fokozat, vagy nem. Amikor az első pályát nem tudom megcsinálni, anélkül, hogy újra ne kelljen kezdenem az egész pályát, mert
checkpointok, azok egy dolog, meghaladok 100-szoros egy checkpointnál. De amikor az egész pályát újra kell kezdenem, és már rögtön a tutorial pályáról beszélünk, az elég jó indikátor az, hogy mi az, amit kell erőltetni. Ugyanannyinak tűrik a sebzés. Nem, azt írta igazából a fokozatnál, hogy a bossoknak van sok HP-ja és kevesebb élet van a játékban. Mármint ilyen extra life, meg ilyesmi. Fogj már! Valamiért úgy gondolták a játékkészítői, hogy az vicces lesz, hogyha amikor megütnek téged, akkor nem csak megsebződsz, hanem elszállsz a faszba tőle. Hiszen abszolút van értelme a dolognak. Alulról megharapnak, nem fölfelé repülsz, hanem oldalra valahová el. Itt hagyom a picsába, hát a faszom fogja ezt szétüdögetni, mert harmadszorra halok meg ebbe a hülyeségbe. Fuck you, fuck you. Jó, úgy látom nincs fall damage. Ezt a heal csak akkor kapom vissza, hogyha... Csak akkor kapom vissza, meghalok? Gondolom. Igen? Jó. Emblem of Ur. Oh!
boss HP-re is hatással van ez a enemy HP csík mutató? Mi volt az Outrider? Ez nagyon király volt. Jó, hogy nincs több healem, mert ilyenkor meghalok most. Rám születtél és fájt? Takarodjál! Mindig előről kell kezdeni a pályát, hogy elfogynak a HP-zéim, az életeim. Hogy csak fele annyiba kerül az extra life, és tudok többet is venni tőle. Hát igen, nem mindegy. Nem healálni úgy sem tudok most. Hello. Bejövök ide úgy, hogy healem is, hanem közben megy. A range-eket tanulni kell, hogy milyen messzire érek. Na! Nem tudtam odén menni. Ez Primal Light.
Igazából csinálhatom a safety metódot is. Hogy ilyenkor így beleütök egyet. És akkor többit meg kivárom. Nem lenne túl izgalmas. De tulajdonképpen... El is érjük, de úgy is elérje az a kard. Mert hogy csak a feje. Mi ez a póz, Getz? Azt, hogy bepózolt, figyelted? Fúj, te geci, hát hogy másszak föl hozzád? Tudustalan! Nem baj. Hú, várj, most kell meghalni. Új pálya. És visszakapom összes életemet. Ez az. 5 life. Nem, ügyes. Ügyes! Very ügyes. Á, meghalsz, öcs. Átütök a falon. Souls-like confirmed. Amúgy figyelj már. Jó. Ó, oké. Eltűnő-feltűnő platforma. Áó. PT nem éri meghalni. Nem éri meg meghalni. Öltátlan! Öltátlan! Állj! Hát ide azt. Boing. Plymal light. Te mi az anyád vagy? Nem tudom, de inkább... Csontdobálóknak mennyivel több életük van. Pedig azt hinnéd, hogy kevesebb csontjuk van, ha már így eldobálják őket. Az árom.
Bonfire. Már átesek a tűzgolyón, csak azért, hogy elérjen még egyszer. Létlán hillelni, akkor ez már nem a Dark Souls 2. Viszont leuglani nem lehet normálisan, ahogy látom. Szeklet? Lehet, hogy szeklet. Aha. Act Alive. Ojaj. Nézd meg, hogy miért nem ugrasz át azon. Eszi átlajta. Szét lehet ütni. A faszom, hogy szét lehet. Ezeket általában nem lehet szétütni, amik lőnek. Fallól. Igen, így egyszerű. Az a válasz, hogy azért nem tudom szét, mert nem tudtam, hogy szét lehet ütni. Ó, ez valami. Max HP. World it. Megélte. Jogos. Egy már.
Nem másztam! Miért? Miért van az, hogy... Már rég lejöttem, már rég lejöttem a lépláról, és még mindig ott áll, hogy így mászik a semmibe. Vagyunk. Hét élet. Oh, hello. Aha. Szóval... Jó nélkül ez kevés lett, szerintem. Basszeg. Aj, nem lejött. Gyere, szemgolyó. Csinálja, várjál. Így és így. Az a póz, getz. Kemény. Kemény az a póz. Eskü a, ez a tűzköpő kik nehezebb volt. Ha hát gurulni nem tudok. Valami vajázsló. Ó, oh, az mi? A betű. Amint ability. És da down and B. Aha, oké. Okay. Tehát pont mint a izében. Tower Hunterben is így volt, vagy... Vagy nem is tudom. Nem, a izében Dead Cells-be, Dead Cells-be kellett így súgy. Becsúszás. Kár, hogy nem Metroid a játék. Én tök élném, hogyha most lehetne backpackelni előző pályákra a csúszínuszit, meg ilyet. Egyéb képességekkel szerepelni. Ó, nézd már! Ez mondjuk hihető volt, hogy a falon van egy gyertya, és ha szétütöd a gyertyát, akkor bomba lesz belőle. What? Csak
ugye, mert ugye. Fúj te buzi! Mi van már? Merre kell mit menni? Csaló, hazugság. És itt egy leesek, akkor mi van? És itt leesek, akkor... innen. Erre főfelé üt. Jó van. Áú. Hogy mentem föl itt az előtt? Fuck you. Olyan szinten vagyok eltévedve. Artificial difficulty. Tehát az kettő azért szar játék. Túl sok benne az ellenség. Nem így kéne nehéz tenni a játékot, ez így unalmas. Ez egyáltalán nem kihívás. Hello.
Ó, baszódj meg! Hogy ez kimegy a lábam alól, de jó. Jó, akkor ne erre menjünk. Menjünk arra. Isten tudja, mi van a másik irányba erre. Láttam ezen a szalon. Olyankor miért jár az idő? Nagy. Ez fele. Mi ez? Fragmentok rá. Nézzünk rá. Ebben a labirintusban, bazzeg, az ember szikret ajtókkal megy, aztán közben kiderül, hogy orra kell menni. Szerettem volna elhasználni két hírt itt az elején. Honnan tudtad? Ja, hármat akartam használni, nem kettőt. Számoltam magam teljesen. Élet.
ilyesmi, csak nem is halott mindegyik csapat ez. Most már biztos, hogy one shot vagyok akárkinek is. Ha eddig nem is voltam az. Adjál már egy fosunk, na! Annyira tudtam, hogy a checkpoint előtt döglöttem meg 2 centire. De mi bajod? The first prisoner was from the south. Hát aztán ezt a bölcsességet, amit most kaptam, becsüljük. Har. West East, tehát le. Balra és jobbra. Annyira jellemző. Fordítva. Le jobbra, balra. Ó, faszom. Gondolom, ha ez lenne a lenti, akkor... ja, hogy ez, oké, első le, a második jobbra, a második balra. XP bónusz, nem is rossz.
magasra mászok. Killigan, ebben a játékban is jöttél létrákat építeni? Ó, kockára. Hello, egy csomó lóvé. I have nothing left to sell. Hoppe. Aha. Oh. Aha. Szerintem is. Anyát! Hülye, nem tudtam meggyógyulni egyáltalán. Kétszer is próbáltam élni. Nyilván. Nyilván, hogy nehogy hagyjad. Az is lenne, hogyha egy hílen is. Honnan lehet tudni, hogy te mikor hagyod abba az ugrálást? De jó. Vicces dolog úgy megdögleni, hogy nem használod el a írjaidet. Jó, már csak két HP-n van, vagy két életem van. Életbe! Annyira tudtam, hogy ez nem élem túl. Akkor beszorultam a sarokba ezzel a sok szarral.
Ilyenkor a izét is újra fel kell szednem, az ability-t, nem? Persze, azt mondja a játék, hogy kicsit később a barát, akkor majdnem levegőbe vagy. Annyira nem beszélni be. Jó. Tehát, nem megyünk fel. Először kivegyünk fel a kormázt, így van a szintén vagy. Mondom, erre van a checkpoint, biztos erre kell jönni. Két charmom lehet. Hát ez érdekel, mi ez? Megölök egy ellenséget, akkor utána több. Ja, hogy ez nálam marad ilyenkor. Nem kell újra felszedni. Nem rossz. Akkor leszük, hogy nem a teljes progress bukik. Csak egy adag. Mert hogy a max életem is ugyanannyi, mint volt előtte. Ah,
Nem baj, checkpointig legalább eljutottam, mielőtt elvesztettem az életet. Csak már! Levegőben nem tudom kikerülni ezt a szart, amit dobálsz. Interesting mask. Ennyi. És ez miért jó nekem? Interesting mask. Hát lényegesen jobban állunk, mint legutóbb, amikor erre jártam. Az upgrade-et már nem tudom újra megszerezni. Ami benne volt a puzzle-be. Okay.
be szoktam. Hát ez kellemetlen, hogy most tényleg semmi életem nincs. Itt van checkpoint, jól van. Na, egész jól eljutottunk idáig. És most kapni fogok még kettő életet. Mivel egyet azonnal... aztán meghalok. Már nem is, hogy kapok kettőt. A másik már 500-ba kerül, és annyi nincs. Haha, igen, annyi pénzem nincs. Jó, mindegy. És ilyet nem tudok csinálni? Haha, de hogy nem tudok. Az a baj, ez nem olyan sok pénz, pénz, pénz. Na jó, halljunk meg. Nincs valami módja annak, hogy feltöltsem az életemet? Hír nélkül, nincs mi. Így van. No hit! Mi volt a no hit? Ajaj. Állak. Faszért nem lehet becsukni ezt a kurva ajtót. Komolyan be fogom zárni, és nem engedek be ide senkit. És akkor nem kell ezzel foglalkozni, becsukják az ajtómat. Hogy... Kiküppelted a novitet. Na. Csak meglett. Hoppá. Mi van már? Nyilván, nyilván, nyilván. Én nem ugrottál ezt el. Biztos, hogy azt kell, nem? Vagy mégsem. Ja, lehet, hogy nem. Jó, ha én csinálom. Hopp. Hopp. Thank you.
becsúszás volt ez. Hát ez rosszabbul is alakulhatott volna. Ja. Hoppá. Zatyi. Babájár. Berakom ezt a szart. Lássam, mennyi élete van az ellenségeknek. Bossnak különösen jó, hogyha látom az életségét. What? Itt essek le. Igen, essek le. Mi ez a zene közben? A buzi! Takarodsz? Kempelsz a létránál. Szállj le! Persze, ez insta kill, mindig elfelejtem. Csodás. Na jó. Majd játszunk ezzel. Nekem most ez nincs türelme. Aj, majd este folyt. Talán, nem tudom. Ilyenkor, ha kilépek, innen folytatom? Vagy legalábbis... Erről a pályáról? Remélem. Quit. Na jó van. Folytkev. Majd szopunk tovább. Mindegy. Köszönjük, hogy itt voltatok. Én neki menjen addig a dolgára. Addig sziasztok.